Nem ilyen kis súlyhoz szokott ez az építési daru, amelynek most szalagokkal díszített fácskát kellett a magasba emelnie. Mondhatni, ünnepi feladat volt ez neki is. A bokréta ünnep az építők ünnepe, amikor eléri az épület a legmagasabb pontját. A Zugligeti iskola új szárnyának a felső emeletén állunk, fölöttünk a bokréta. A fácán vendéglő épületét alakítjuk át, bővítjük ki, építjük körbe ahhoz, hogy egy 8-osztályos tornateremmel, könyvtárral, étkezővel, mosdókkal, szertárral, tanárival, igazgatói szobával, egy mindennel felszerelt gyönyörű iskolaépület legyen belőle. Az Zugligeti általános iskolában eddig is voltak ilyen helyiségek, ám azok nagy részében is tanórák folytak. Régóta nagy problémát jelentett az, hogy az Zugligeti iskola épülete bár nagyon gyönyörű, impozáns, egy nagyon otthonos kis hely, kis lak, ahová nagyon szeretnek járni a gyerekek, de nagyon szűkös. Egyre népszerűbb az iskola az utóbbi években, és ugye az minden évfolyamban csak egy-egy osztály tudott indulni. Az utóbbi időben, az utóbbi két évben indult két-két évfolyam. Az iskola népszerűsége sokak szerint az oktatás nívójával párhuzamosan emelkedett, és a színvonalas oktatáshoz, no meg a több tanulóhoz kell a hely. Az új iskola rész majdnem 6-szor akkora lesz, mint a nemrég átadott kulturális szalon. 330 tonna betonacél kerül beépítésre, és 58 tonna szerkezeti acélt fognak felhasználni a kivitelezők. 8 osztályteremmel fog bővülni az épület, 450 négyzetméteres tornaterem is fog épülni, gyógytornaterem is fog mellé épülni, csoportszobák, külön számítástechnikai szobák vagy laborok fognak kialakításra kerülni, és akadálymentes lesz természetesen az épület. Egyébként az akadálymentességről egy lift gondoskodik, amit a két épület találkozásánál kerül kialakításra. A tervek szerint a régi 127 éves épületben tanulnak majd az alsó tagozatosok, míg az új épületet kapják a felsősök. A hajdani fácán fogadóból alakuló Zugligeti általános iskola a tervek szerint a következő tanévkezdésre, vagyis 2019. szeptemberére készül el. Az épületet a Normafa program keretében építik újjá költségvetési támogatásból, míg az új iskolarész berendezését a Közép-budai tankerület finanszírozza. Budapesten is egyre több zöldrendszámos elektromos autó közlekedik az utakon. Ezek a járművek többek között környezetkímélőek, hiszen nincs károsanyag kibocsátásuk, olcsó az üzemeltetésük és a főváros területén ingyen lehet velük parkolni. Az elektromos autók megvásárlását a kormány is segíti. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ugye a korábbi ígéretének megfelelően még októberben újra nyitja ezt a pályázatot. Hamarosan elérhető az a pályázat, amelynek révén magánszemélyek, gazdasági társaságok, valamint önkormányzatok részesülhetnek támogatásban. Erre a célra ezúttal összesen 3 milliárd forintos keretösszeg áll majd rendelkezésre, jelentette be Weingartner Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. A bruttó vételár 21%-ára maximum 1,5 millió forint támogatást lehet kérni. A elektromos gépjármű beszerzésének támogatása névvel október 29-től elérhetővé válik a pályázati felületen 8 órától a benyújtásnak a lehetősége. Nem csak a pályázati konstrukció egyszerűsítésére került sor, amellyel jelentősen csökken a pályázat elbírálásának határideje, hanem bővítettük a támogatható autóknak a keretét, egyrészt felemeltük 20 millió forintra a maximális vételárat, ez ugye bruttó összegről beszéltünk, másrészt pedig lehetővé tettük olyan alacsony kibocsátású, vagy szintén ugye az elektromobilitást szolgáló kis kvadoknak a támogatását, amelyek akár áruszállításra, telephelyi munkára, egyebekre megpályázhatóak, tehát próbáltunk az igényekhez igazodó pályázati kiírást tenni. Az elektromos autók megvásárlását támogató program 2016-ban indult el. A cél az, hogy ösztönözzék az elektromobilitás terjedését.